Előre a duplázásért! Friss magyar bajnok, férfi labdarúgó csapatunk 2022. május 11-én szerdán a Puskás Arénában 2017 után ismét harcba száll a Magyar Kupáért. Az 5 évvel ezelőtti Vasas elleni végletekig kiélezett büntetőkkel megnyert finálét a főszereplőkkel, Hajnal Tamással, Vladán Csukiccsal és Leandro de Almeidával idéztük fel. Emlékszem ugye, hogy jól kezdtük a mérkőzést, helyzeteket tudtunk kialakítani, és utána a Vargarolinak egy szép szabaddugás góljával, vagy a távoli lövés megszereztük a vezetést. De azért rá lehet lőni. Bizony gól! Vargaroland góljával vezet a Ferencváros. De azt is el kell ismerni, hogy egy jó Vasas ellen játszottunk, ugye akkor akik abban az évben nagyon jó focit játszottak, jó formában voltak, úgyhogy és ez látszódott is utána. Mi nem voltunk a legjobb állapotban, fizikailag sem, ugye sok játékosunk többek között én is, ugye Gerazoli is hosszú sérülés után tértünk vissza, akkor nem sokkal a döntő előtt. Sok jó játékos van a bent. Nem csak jó játékos, karakterjátékos van. Igen, egy momentum öreg, én is van 30. 6-7, talán Hajnal van 35, Gerson 38, Leo, egy tudod, egy utolsó sánc, tud nyerni. Hát mindenképpen egy nagyon jó meccs volt, fordulatos meccs volt, mert voltak olyan periódusok, ahol mi jobbak voltunk, még meg is tudtunk volna talán a második gólt szerezni már az első fél időbe, de utána a második fél idő már a Vasas talán jobban játszott, nekik voltak inkább veszélyes támadásaik, egyenítették is. Több gól pedig már nem esett sem a rendes játékidőben, sem pedig a hosszabbításban. Jöhettek a 11-esek, amelyek során Leandro és Csukics is odaállt a labda mögé. Mi akkor már kívülről, én is akkor kívülről segítettem a csapatot, és tényleg lélekben tartani és erőt adni még kívülről, amennyire lehet. Kifejezetten szerettél büntetőt lőni, vagy jobb szeretted még ezt kívülről szugerálni, hogy menjen be? Szeretem felelősséget vállalni, ugye nem mindig egy egyszerű helyzet, mert tényleg akkor ugye rajtad múlhat sok minden, és ugye kiélezett helyzetben ugye vannak, amikor az ember el is hibázza, de ugye azért szoktuk mondani, hogy aki már odaállt, tulajdonképpen az mindenképpen elismerést érdemel. Persze ideális helyzetben be is rúgod. Akkor mondhatjuk, hogy mai napig is odaállna. Nem lenne probléma, igen, odaállnék. Én mindig a harmadik, negyedik szerettem lenni. Régen mindig harmadik voltam, mert akkor mindig úgy gondoltam, hogy akkor biztos, hogy rúgni fogok, mert negyedik, ötödik az már nem biztos. Akkor második voltam, vagy harmadik, akkor is a kupa meccsen, na, jól emlékszem. Ahogy mentem oda, már meg is volt, hogy hol fogok rúgni, hogy fogok rúgni. És belőle. Én indulom nagyon lassan. Én tudom egész stadionit. Én el momentum egész stadionit mondja nekem neve Csukics. Csukics belövi! Zsinórban harmadszor a Magyar Kupa győztese, a Ferencváros! Az az érzés, amikor tényleg vég és tudod, hogy megnyered, óriási érzés az öltözőbe, ki ismeri, közelebb tud, hogy meg tudok körülni egy kicsit az öltözőn belül is, úgyhogy ezeket emlékezetes pillanatok. Ez a felszabaduló érzelmek, öröm, ezt a szurkolókkal megosztani, a családtagokkal is, és természetesen hogy a csapatban megünnepelni, ez az, amiért focizunk, és amit az ember ugye elképzelt, amikor gyerekkorában mondjuk tényleg elkezd a labdát rúgdosni. A múlt után pedig térjünk vissza a jelenbe. Május 11-én a Paks lesz az ellenfelünk a MOL Magyar Kupa döntőjében. Nagyon gyors, direkt focit játszanak. Véleményem szerint amúgy most taktikailag is sokat fejlődtek az elmúlt időszakban. Paks nagyon veszélyes csapat, pontrugás az életveszélyes, most is abból kaptunk gól ellenük. A Fradi egyre jobban játszik. Új edzővel is szerintem kezd összeállni a csapat. Mindenképpen azt várom, hogy Fradi győzelem, akkor lesz nekem még egy kupa győzelem, mert még az első két meccs vagy az egyikben, az még szerepeltem, úgyhogy lesz még egy címe. Mindenki várja, 5 éve ez se sok. Sok, nincs kupa. Nagyon fontos nekünk, egész Fradi szurkoló, klubok, egész város, gyerekek, hajrá Fradi!